kicsi a tét, a kedvem sötét. Nem bírom a szellemeskedést a pókerasztalnál, ideges leszek tőle. Mindig is közel álltak hozzám azok a színészek, akik amellett, hogy színes egyéniségek és nagyon sok érdekes történeteket éltek át filmforgatások közben és után, de különösen érdekesek számomra azok, akik lélekemelő gondolattal is bírnak, és terenszírián akinek gyermekkorában édesapja Assisi Szent Ferenc Virágos Kertje című könyvéből olvasott föl, aki a gubbiói farkas legendáján nőtt föl, azt gondolom, az ilyen ember egy kicsit más szemüvegen keresztül látja a világot. Talán ez is válasz lehet arra, hogy Terenszil miért fogadott örökbe két gyermeket, talán ez is válasz lehet arra, hogy Terenszér hogyan tudta földolgozni 16 éves fiának az elvesztését, és talán ez is válasz lehet arra, hogy miért jótékonykodik Terenszél egész élete folyamán. Azt gondoltam, hogy ez a könyv amellett, hogy színes történeteket mutat be Terenszéről, amellett még lélekem elő gondolattal is bír, és hát mi egy könyvnek a célja, ha nem az, hogy annak elolvasása után több legyél, Jobb legyél, mint mielőtt azt a könyvet kezedbe vetted volna. Azt gondolom, hogy a mai fiatalokat ö, olyan legendákon, olyan színészeken keresztül lehet a legkönnyebben megnyerni, akiket az emberek szeretnek, akiket az emberek elfogadnak. Terence ilyen. Ki mást lehetne bemutatni Bud Spencer után egy könyvbe, mint a párját, színésztársát Terence -t ezért is készült el a könyv. És hát Terence egy, amellett, hogy egy színes egyéniség, azt kell, hogy mondjam, hogy egy hiteles ember is. És ez mi más példázná jobban, mint hogy most már két évtizede a Dom Matteo sorozatot forgatja Olaszországban, és oda mennek hozzá az emberek, és kérik, hogy gyóntassa meg őket Dom Matteo. És mondja Terence hogy de hát én nem vagyok pap, mégis lehet ezen persze mosolyogni, hogy ilyenek az emberek, de valamit mégis mutat. Azt mutatja, hogy Terenszil egy hiteles személy, akit az emberek egy igazi pappal azonosítanak. A könyv egyúttal egy köszönetnyilvánítás annak a legendának, akinek a filmjein Bud együtt most már három generáció nőtt fel Magyarországon. Viszlát, Zsuga Búhus. A nevem Johnny.